Szép estét kívánok! A fehérvári beszélgetéseket látják. Egy idézettel kezdeném. Az előadó művész felelőssége hatalmas. Világot menthetünk meg, világokat menthetünk meg abban az egy órában, amíg színpadon vagyunk, kinyílhat az ég, a föld. És ezt nem más mondtam, mint Szirtes Edina Mókus. Tisztelettel, szeretettel köszöntelek Fehérváron. És természetesen itt van velünk Cserta Balázs is. Mégpedig azért, mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy majd a későbbiekben Bakony István, József Attila díjas irodalomtörténész barátunk vendégei lesznek a Királykút emlékházban. És hát ott egy bensőséges hangulatú beszélgetés keretében egy kis zenével megmutathatjátok, hogy miként kötöttök egymáshoz. Egyébként erre vagyok kíváncsi én is, hiszen nagyon is jól tudom, hiszen számtalan Vörösmarty színházas produkcióban játszottatok együtt. Együtt és külön-külön is érdekes két zenész személyiség, én azt hiszem a fiatal generáció egyik csúcspontja az együttjátékotok. No, azt tudjuk, hogy Kecskeméten kezdted, méghozzá a legjobb helyen. Kecskemét és Kodály Zoltán kézenfogva jár, azt hiszem. És ha valaki ott kezd, és majd később tartja magát ahhoz, amit megálmodott magának, és amiért tett is, az bizonyosan eljut addig a szintig, amiről majd később ugye szó esik, hogy ez egy egészen magas szint mostanság. Nos, hát akkor még egyszer szeretettel köszöntelek benneteket, és hajrá! Köszönjük, hogy itt lehetünk. Tehát hajrá, Kecskemét! Kezdjük az eredendőnél. Hogy lesz egy kicsi lányból zeneszerző, zenész? Igazából ezt magam sem tudom, de arra emlékszem, hogy amikor ezt megkérdezték, és egy hófehér Beatles frizura volt a fejemen, mert édesanyám vágta, akkor még a hajam is ilyen picike voltam, akkor már nagyon-nagyon vidáman és elszántan ezt válaszoltam, hogy karmesteri zeneszerző szeretnék lenni, és nem tudom tetten érni, hogy miért. Fogalmam sincs, hogy miért. Azt tudom, hogy vezényeltem a Brahms Hegedű versenyt, Bakait lemezjátszó volt akkor még, és én azt teljes odaadással majdnem felrepültem az egekbe, úgy vezényeltem. Tehát a hegedű az adott volt, szenvedélyem volt, ahogy meghallottam, a nővérem hegedűt tanult, és elloptam a hangszerét. De hogy miért találtam ki, hogy karmester szeretnék lenni, és zeneszerző, nem tudom, de tényleg 6 éves korom óta ez az álmom, amit dédelgetek, és valóban 7 éves koromban, amikor elsős voltam, akkor egy mesejátékhoz, akkor már bátorkodtam zenét írni, és nem tudom, honnan vettem a bátorságot, és hogy egyáltalán, hogy egy török basának kellett írni zenét. Talán a Alibaba és a 40 rabló volt ez a mese, amit előadtunk gyerekként. És akkor már nem mentem a zongorához, és énekeltem, meg kísértem valami kis kvintet, játszogattam, amit éppen elértem. De, ha el szabad mondani, magam is tanítottam, és láttam a gyermekeken, hogy ez nem egyedi eset. Nagyon sok gyermek, ez az egész, a muzsikának a világa, a birodalma, ez egy végtelen birodalom. Akár más a birodalom is lehet, ahogy egy gyermek megéli tiszta lélekkel. Nincsenek határok, és nincs ilyen, hogy teljesen természetes, hogy alkotunk, mint ahogy a beszéddel is, hogy kommunikálunk, hogy improvizálunk, hogy zenét szerzünk magyarul, hiszen egy-egy hang, egy-egy ütem az ugyanúgy gondolat, mint ahogy elmondjuk szavakkal. Ugyanúgy egy gyermeknek természetes, hogy elkezdi improvizálva elmondani, amilyen állapotban éppen van. Ezt tapasztaltam, hogy ez teljesen természetes. Idejekorán kiderült, hogy tehetséges vagy, illetve most már kérdezem a Balástól is, azt helyeközzel tudjuk természetesen az egész életútját. Nos, tehát az indítatás az megvolt. A tehetség és a szorgalom, ami akkor jó, ha kézenfogva jár, az megvolt benned? Igazából a tehetséget azt én nem tudom felmérni, én csak tudtam, hogy semmi más nem műveltem a zenén és az irodalmon kívül, és ez a mai napig is így van. A szorgalom az sajnos elengedés sokszor a kezem, vagy én engedem el az ő kezét, tehát szorgalmasnak nem annyira mondanám magam, de az elhivatottság, igen, mert a szorgalom azzal is jár, és a Balázsról is tudom, ezt a titkot elárulhatom, hogy mind a ketten. Hát sokkal szorgalmasabbak lehetnénk, ami azt illeti, hogy az a fajta munka, ami nem az örömről, hanem tényleg arról szól, hogy skálázunk, csak egy futamot gyakorlunk akár napokig. Az, amit nem szeretnek, amikor azt mondta a karvezetőm, Rozgonyi Éva néni, hogy ahhoz, hogy betekintsünk a mennyekbe, ahhoz meg kell járni a poklot. Hát ez az, ami egy kicsit nehezebben megy. Hát igen, Balázs, neked? Hát valójában eleget gyakorolni nem lehet, nem szokták lehet mondani. Tehát, de az ennél lehetne többet. Egy picit valljuk be. Hát igen. De sose tudhatjuk, hogy
elég, mennyire volt elég az a gyakorlás. Hát nyilván próbálkozik az ember. Van egy nagyon fontos időszak, a felnőtté válás pillanata. Nyilván, amikor a Szegedi Tudományegyetemet választottad a zeneművészeti karra és a hegedű tanszakot, akkor azért már a döntés felelőssége meg volt benne. Igazából ez nagyon speciális, és amennyire speciális, annyira egyszerűen jött, hiszen hamarabb felvettek, szóval én nem konziba jelentkeztem, volt egy ilyen akadémiai előkészítő, ami azt jelenti, hogy 13 évesen már bekerültem a konzervatóriumba, tehát korkedvezménnyel magyarul, és ebben az osztályban hárman voltunk, mert ez ilyen válogatott iskola volt, vagy osztály, és ezeket a gyerekeket berakták a konzisok közé, és az volt nekünk a jutalom, meg a nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már akkor 13 évesen Szecsődi Ferenc volt például a mesterem, aki egy elismert, fantasztikus hegedű művész tanár. Tehát gyakorlatilag hamarabb kezdtünk ilyenfajta mestertől tanulni, egy ilyenfajta kultúrát, zenei mélységet. És aztán én az egyetemre sem, tehát végülis az érettségim alapján felvettek, és aztán úgy is diplomáztam művész, előadó művész, művész tanárként, hogy valami verseny volt, tehát hogy valahogy annyira természetesen jött, hogy nem is tudom, hogy kell kitölteni egy jelentkezési lapot. De mondjuk semmit nem tudok kitölteni, de hogy valahogy így összekapaszkodtak, tehát hogy voltunk így páran, akiknél így természetesen folytak egymásban az iskolák, és tényleg csak ezt csináltuk. Ez egy fantasztikus kiváltság, de egy kicsit aggasztó is, mert ha bármi máshoz kellene de nem érteni, kell. De itt van a Balázs, ő viszont mindenhez ért, igen. Ezért jó. Ezt a barátkozni. Ezt nagyon is jól tudom, hiszen a te utad egyenes volt. És ennek ellenére mindig választottál egy másik utat, egy következőt. És a lépcsőről lépcsőre haladtál. Most pedig azt mondjuk, hogy igen, ha ma délelőtt például ugye találkoztunk, hiszen egy teljesen más formációban játszottál. Ma volt 1688. május 19. a török aluli uralom felszabadult Székesfehérvár. 331 éve, de ez mellékszál, és egy olyan formációban játszott a zeneiskola pedagógusaival, tanáraival, amelyet egyébként én magam még nem láttam. Nos, tehát akkor térjünk vissza arra, hogy a te utad egyenes volt, és mindig csak hozzátettél. Hát igen, bár mindig mondják, hogy egyenes volt az utam, de azért nekem is voltak így kilengéseim, hogy vajon a zene, ne esetleg órást legyek, vagy volt egy olyan időszak, amikor pap szerettem volna lenni. Én is szerettem volna pap lenni. Sőt volt egy... Ezért vagyunk barátok. Igen, lehet. Sőt, volt, hogy hangszerész is szerettem volna lenni. Igazából szerintem egyébként így az előző gondolatra még visszacsatolva, vagy hozzáfűzve, ugye, vagy tanítok, és sok kisdiákom van, vagy fiatal, bár egyébként van 60 fölötti, éppen most megy nyugdíjba egy szakszofonos növendékem, aki egy éve jár hozzám, vagy fél éve. Tehát, hogy szerintem fontos az a zene oktatásban, illetve bárki, aki a zenéhez nyúl, hogy elérjen egy olyan minimális szintre, ami után már saját maga felkelti az érdeklődését. Tehát ameddig nem tudjuk azt elérni tanárok, hogy a diákok ne azért vegyék elő, mert nekem kell eljátszani éppen azt az etüdőt, hanem azért, mert őt érdekli, és ő szeretné bármilyen dalamot eljátszani. Tehát én sokszor azt megfordítom, hogy a negyedik, ötödik óra után mindig megkérdezem, na milyen dallamot tanuljunk, bármit lehet tanulni. Szóval szerintem ez egy fontos dolog, hogy nyilván a felnőtté válásnál már az ember ugye megérik a feje lágya, vagy hát... Benő, igen, köszönöm, a feje lágya. Jó, igen. Jó esetben, akinek sikerül, igen. Igen, és akkor valószínű, hogy már saját maga esetleg elkezdi érdekelni a zene. Hát azt hiszem, nekem is ez volt a szerencsém, hogy így nyilván a családi környezet hatására, meg ugye a néptánc, népzene sok minden hatására, valahogy ez így tényleg valóban egyenes volt az utam. És aztán mindig emlékszem, hogy találkoztam Schneeberger Ferenc interjújával, akit egyszer így mondta, hogy kérdezték tőle, hogy mit érez, amikor kiáll a színpadra a Zeneakadémiára. És ezt a választ adta, hogy amikor kiül a színpadra, akkor így felnéz, és azt látja, hogy hát itt van előttem nem tudom hány száz ember, mit keresek én itt? És ez olyan jó leső érzés volt ez nekem, mert nagyon sokszor én is azt elvállalok valamit, aki gondolkodom, hogy minek kellett ezt nekem elvállalni. De aztán mindig az élet beigazolja, hogy megvan, hogy miért vállaltam el, és hogyha nem vállalnék olyan dolgokat, akkor az, hogy nem is jutottam volna ide. Úgyhogy ez egy nagy lecke az élettől. Mindketten karakteres emberek vagytok, tehát ennek tükrében miként választottatok stílust, formációt, és egyáltalán
hogy kezdődött például a versek szeretete nálad, hiszen azt mondtad, hogy a legfőbb ihletforrásod a szavak zeneisége többek között. Egyrészt, másrészt meg ez kicsit kiegészít, amit Balázs is mondott, hogy van egy plusz adalék az, hogy az ember nem is úgy éppen zenészként, de forradalmár akar lenni, legalábbis, és erről nem telt. Bele van ültetve a szívébe egy mag. Ennek nem az a lényege, hogy felforgasson, hanem hogy változtasson, hogy jobbá tegye a világot. Ez nagyon naívnak tűnik, tudom, és idealistának, de hogyha egy gyermek ebben tiszta szívvel hisz, akkor ez egy olyan energiát ad neki, hogy éppen kapott egy eszközt, hogy ő most zenész, vagy festő, vagy akár költő, de a lényeg az elhivatottság, és hogy ezért nem fogja feladni, és hogy a zene is csak egy eszköz, egy alibi, hogy tovább vigyük azt a gondolatot nekem. Tehát visszatérve arra, hogy mindig ez lendített tovább, és mindig az adott erőt, és nem a stílust kerestem soha. És a versekben is azokat a verseket éneklem el, amik nekem az életemet adták vissza, amikor csüggettem volna, amikor nyilván, amikor az ember középiskolás és József Attilát tanul, akkor ha olyan fajta érzékenységgel bír, akár lelkileg vagy intellektuálisan, akkor azok a szavak jelentik az ő szívdobogását, az ő gondolatait teljesen azonosulni tud vele, és aszerint érez, aszerint él, és aszerint kezd el aztán gondolkozni, és egyfajta, tehát végülis, ha nehezen mondja ki az ember, hogy felnőtté válik, mondjuk az én esetemben főleg, de legalább érik egy picit. Tehát ezek a versek tettek minket olyan emberré, amilyen ember válunk, aztán is tesznek a mai napig. Tehát nekem a versek azok nem csak a szépségükön túl az életemet is, és mindent jelentik, ami a gondolataim része. És azért nagyon fontos, hogy elmondjam őket, mert tudom, hogy mennyire sokat jelentett, amikor én el voltam esve. De aztán tovább mehetünk, hogy ha találkozom egy igaz szívű emberrel, aki csak rám mosolyog egy olyan pillanatban, amikor tényleg már becsuknám az utolsó pici ablakomat, és soha azt gondolom én. Egy napon 15-ször előfordul ilyen, hogy az ember feladja, és már befejezne minden. De egyetlen egy mosoly minden ablakot azonnal kinyit, és újra fényárasztja el a lelkünket, tehát valahogy a versek, a gondolat, a szeretet, minden ugyanaz, és nekünk az a dolgunk, akik művészettel, de akár csak aki ember, és emberséggel foglalkozik, hogy ezt mindig tartsuk, adjuk oda mindenkinek. Nagyon fontos, iszonyú szükség van rá, hogy amikor éppen nem tudhatjuk, hogy ki az az ember, akinek azt a pillanatát, azt a napját, vagy akár az életét ezzel az odaadással megmentjük. Ilyen értelemben szerettem volna forradalmár lenni, és ilyen értelemben kötődöm a versekhez, és választom őket, a József Attila Mábor, de legjobban szeretném, ha szeretnék. Egyetlen egy mondat, ami a mai napig, és nem tudom, lesz-e az életemben ennél teljesebb hittel való élése a művészetnek, az emberségemnek, hogy ember szeretnék lenni. Vagy valami ilyesmi. Igen. És a versekhez miként választasz zenei műfajt? Hogy jön a népzene, a fúziós zene egy-egy vershez? Igazából a népzenét azért szerettem meg, megmondom őszintén, soha nem hallgattam, tehát én abszolút komoly zenészként végeztem, és a barátaim, akik elkezdtek román, bolgár, meg török népzenéket hallgatni, még akkor az volt, hogy felmentünk, azok voltak a házi bulik, hogy Bakarit lemezen hallgattuk a Tarab de Hajduks, meg egy csomó olyan balkán zenét, amit addig én még soha. És ez a világ megigézett, meg a barátaim szeretette, hogy rajonganak. Hát egy tínédzser gyerek, egy kamasz gyerek bekerül egy ilyen társaságba, tudjuk jól, milyen hatással van rá. Tehát mi így nevelkedtünk együtt, akkor az kinyitotta a fülemet, elkezdtem, megismertem cigányzenészeket, akik autentikus cigányzenét játszottak. Hallottam Balogh Gusztit énekelni ilyen közelről, nem hittem a szívemnek és a fülemnek, hogy lehet ilyen csodát, ilyen mélységet őrizni egy kicsi testben, egy kicsi ember. Akkor megint tágult valami, és aztán később ismerte meg a magyar népzenészeket, és azt látva, hogy ők hogy élik. Én nem a zenén keresztül szerettem meg a zenét, hanem az embereken keresztül, és az emberek szeretet és odaadásán keresztül, mert én abszolút egy elhivatott komoly zenész voltam, és a mai napig komoly zenét hallgatok legtöbbet otthon, és annyi, hogy amikor lázadoztam ez ellen, akkor én a színes, tehát én soul zenét, blues zenét, Stevie Wondert, meg ilyeneket, Ray Charles, ezeket, tehát én könnyű zenében ezeket hallgattam, és kezdtem énekelni, és az volt a kitekintés ebből a műfajból. Tehát visszatérve a kérdése, amiből összeáll az a zenei világ, amit én művelek, az mind-mind egyfajta rajongás, mindenféle stílus iránt, amit a zene őrizget,
amiket a barátaimtól kaptam. Tehát én természetesen az alkalmazott zenénél konkrétan tudom, hogy mert megvannak a zene szabályai, ahogy működik a logikája, azt szerint már könnyebb találni egy-egy balkános lüktetésű világot, ha azt kéri a megrendelő, vagy, de tényleg ez konkrét, ez nagyon egyszerű, ez egy feladat, egy logikai feladat. De ha magamnak írok zenét, akkor a végtelenből mindig a gondolat az, ami csapást ad nekem. Amikor a Vörös Sándor Lao Tse Tao Te King fordításból 13 vagy 10, nem tudom hány verset megzenésítettem, akkor is az volt, hogy addig olvastam ezeket a gondolatokat, hogy meghallottam a zeneterét, és nem tudom, hogy tudtam, én nagyon nagy Árva Párt rajongó vagyok, meg Gorecki, és akkor talán az ezt beismerem, hogy annyi zenét hallgatok, és akkor át van itatva az egész zenei lelkem ezzel a világgal, akkor elkezdek olyan zenét hallani azokhoz a versekhez, azt a világot, amire rámondhatjuk, hogy egy picit Árva Párt, hogy az köszön vissza. Ugyanez, amikor világzenét írok, hogy természetes, hogy visszaköszön a balkán zene, mert rajongok azért a páratlan lüktetésért, azokért, azért a skáláira, vagy a harmonizációért. Vagy például a Big Band most lesz egy koncertünk Balázsra közösen, ha el szabad mondani, a BMC nagy termében 26-án egy lemezbemutató koncert, a Modern Art Orkesztrának írtam egy egész estés művet, és Balázs az egyik főszereplője, Tárogaton, Paraszfúrián, Dudán, Evin, és mindez a Big Band, ugye ez egy nagyon speciális jazz hangzás, és ebben, hogy mit tűr meg a világzene, hogy ez is egy ilyen etnofusionös, nem tudom milyen világ lett, és ott is azt kerestem, hogy hogyan lehet ötvözni, nem megerőszakolni, hogy egy ilyen hangzásban egy paraszfúrú egyszer csak megszólal, vagy egy címbalom, mert Lukács Miklós az egyik példaképen a világon, ő is játszik a lemezen. Szóval igazából az egész, bocsánat, túl sokat beszélek, tudom, nem. A lényeg az, hogy az egésznek mindig egy keresés az alapja, hogy ez a nyughatatlanság, hogy mit lehet még, hogy tűri egyik világ a másikat, és jó érzés és jó ízlés szerint ez nem elvesz, hanem hozzád, tehát ez egyik embertől a másik több lehet. Ha a szeretet az alapja, az odaadás és a nyitottság, nem pedig elvesz, mert elnyomja, és ez a célom, hogy a mitől lehet egy jazz big band hangzás több egy parasztfúrő által, úgy, hogy ne legyen megerőszakolva, hát ezeket keresem, ezeket a finomságokat, ezt a többletet. Úgyhogy még nagyon az elején vagyok, még tényleg meg lehet hallgatni, aki esetleg ráér, szeretettel várjuk. És ez egy lemez bemutató egyébként, tehát ezt majd... Igen, tényleg, végre no. Balázs beszél, mondd el. És akkor igen. Ennyi. Igen, tehát igazából ez a Modern Art Orchestrának egyik lemeze a sok közül, ami most az elmúlt egy-másfél évben jelent meg, és 10 éves a zenek, most már 13, de amikor 10 éves lett, akkor volt egy ilyen gondolat, hogy az elmúlt 10 évnek a terméséből legyen lemez, és ugye a Mókussal volt már 2 vagy 3 koncert is, és végülis az a koncertanyag lett rögzítve. Ugye, ha már Lao Tse-t említetted, ugye ő mondta, és ezt gyakorta említette is, hogy nem alkot maradandót az ég és a föld, még kevésbé az ember. Ennek ellenére viszont hinni lehet benne. Mert én azt gondolom, hogy a Balázs életútja, zenei pálya is bizonyítja, tiéd nem különben, hogy igenis maradandót alkottok. Ezt lehet ennek ellenére cél, hogy nem hiszel benne? Szerintem nem. Szerintem teljesen mindegy, hogy marad. A maradandóság az abban áll, hogyha én igaz szívvel tudok olyan igényesen játszani, hogy egy embernek gazdagabb lesz a szíve, teljesebb, tudom, ez nagyon-nagyon merészségiet állítani, de én magam is tapasztalom. Tehát ha én több leszek egy gondolat, egy muzsika szó által, és én úgy adom tovább, és a másik ember is több lesz, és ő továbbadja, akkor van egy olyan lánc, egy fénylánc, ami maradandó. Az, hogy az emberek ezt az ajándékot, ezt az áradást továbbadják, megőrizve, és mindenki hozzáad még többet, ehhez feltétlen hit és szeretet szükséges, és jó szándék, akkor túlnövünk saját magunkot, túlnövünk azon, hogy minden mulandó, hiszen tovább megy a jóság, tovább megy a szeretet, tovább megy a hit. Ilyen értelemben igenis maradandó. De az, hogy most az én kis hangjaim megmaradnak-e, tehát ez szerintem teljesen lényegtelen, és amikor rájön erre egy alkotó, az végtelen szabadsággal tő, mert azért igen, mindenki azt akarja, hogy de jó lenne, igen, mindenki maradandót akar alkotni, tehát és az a szabadság, amikor rájön, hogy teljesen mindegy, hogy még nem kell még akarni sem, ezt kell akarni, ezt kell teljes odaadással, hogy az én gondolatom által egy csepp szeretettel az az ember
boldogabb lesz, és az ő boldogságát továbbadja, és ő továbbadja, és ez a továbbadás, ez a fénylánc, ez a hitlánc, vagy a szeretetlánc átszövi az embereket, és aztán az időt is. És aztán ez, ennek az energiája, én úgy hiszem, hogy maradandó, és nincs is ennél több szerintem a Földön. Úgyhogy ezt mindenféleképpen úgy gondolom, hogy maradandó. És boldogság. Mert ugye kik a boldogtalanok, akik kétségbe esetten émelik azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Somjó Györggyel élve. Hogy találtatok egymásra? Hát az nagyon mókás volt. Az nagyon vicces volt. Körülbelül 15. Nem tudom. Engem fölhívott egy szakszofonos barátom, hogy mit csinálok a hétvégén, vasárnap reggel 7 órakor. Hát mondom, miről lenne szó? És kiderült, hogy hát egy rádiójáték felvételre őt megkeresték, és hát népzenét is kellett volna játszani, tehát ő nem tud népzenét, de ismer egy népzenészt, akit majd fog akkor ajánlani Fúvós Kellett, és mondta, hát végül is ráérek. És akkor lementem a Tisza partra. Tiszaug. Nem, na megnézzük, megkeresem. A lényeg, hogy egy rádiójátékhoz, hát így elmentem vasárnap reggel, beültem azt hiszem 5 körül az autóba, és lementem a Tisza partjára, és egy olyan kép fogadott, hogy a Tisza egy gőzögöt emlékszem, és egy Magyarok Kornéla, egy perkás közös ismerősünk, ő épp egy csónakban ült, és a víz fölött ott varázsolt éppen valami hangulatot. És azt rögzítették. És rögzítették, emlékszem, ilyen 5.1-be, tehát ilyen nagy technikával levitték. És mentem oda, ott, mondták, hogy oda kell menni a komp kikötőbe. És akkor láttam, hogy hát nem tudom, hogy mi lesz itt. És akkor mondták, hogy ó, na jó, megjöttem, kicsit még várjak, még jön ma még zenész. Mondom, jó. És akkor megjött Mókus, lecsúszott a... Azt, hogy mondjam el, hogy érkeztem a Csártamás életébe, hogy persze késve sietve, kétségbes, vagy odaérek, hogy ne okozzak kárt, megérkeztem erre a helyszínre. De ugye ez egy töltés volt, és le kellett menni a Tisza partra, ott egy móló, ahol folytak ezek a felvételek, és én a hegedű tokommal a hátamon, konkrétan, mert nagyon nagy eső volt előtte, én a fenekemen lecsúsztam a Balázs lábai elő. Ott a lépcsőn lecsúszott. Úgy érkeztem meg oda a mólóra, hogy föltről itt vagyok, és hát sikerült úgy megérkeznem, és úgy ismertem. Igen, és akkor mondták, hogy hát nagyon jó, itt megjött most akkor... Megjött a harmadik zenét. Igen, megjött a harmadik zenét, és mondták, hogy hát akkor megvolt ott a felvétel, nekem ott elmészem kellett valamit tárolgatóznom ott a Tiszánál, és akkor mondták, hogy nagyon jó, és akkor ezután menjünk el, elmentünk egy mezőre, hogy menjünk el jó messze, és majd kezdjünk egy gyalogolni, és improvizáljunk valamit. És hát ugye én akkor már kezdtem így a jazzel foglalkozni, tanultam már improvizációt, de igazából még nem volt olyan alkalmam, hogy kicsit ilyen etnósabb, vagy fokosabb dologba belekezdjek, és a Mókus meg ugye, hát akkor már ugye mindenféle improvizációkat vetemedett, és akkor mondta, hogy hát figyelj, játszunk bármit. És gyakorlatilag ez van a felvételen, hogy előtte sose találkoztunk, és gyakorlatilag ott valami megszületett. Sőt, emlékszem, még egy tehén istalaba is be kellett menni. És ott is improvizáltunk. És ott is improvizáltunk. Mindent rögzítettek, és ebben ugye az volt az érdekes, hogy a helyszíneknek Az akusztikája. Az akusztikáját tényleg valóban egy istállóban játszottunk, valóban a mező játszottunk, sőt annyira kedvesek voltak a helyiek, asszonyok táncoltak. És a rögzítették a tánc hát igen, de a lábát, és azt, igen, tehát a lábukat, meg ezt a zajt. Majd mondták, hogy átöltöznének, és azt is, de... Mert ők nem tudták, hogy ez egy rádiójáték, tehát képet nem rögzítettek. És azt is átöltöztek, és a másik öltözéknek a zaját is rögzítettek. És, és a lényeg, hogy itt ugye improvizáltunk a Mókussal, meg ugye a Kornél volt, azt hiszem hárman voltunk. Igen. És akkor mondta, hogy fú, hát ő már szeretne csinálni egy zenekart, ahol ilyen kicsit ilyen magyar népzenei jelleget, meg etnós, balkáni világot szeretne megteremteni, és hát hogy elvállalnám el a fúvós szerepet, mert hogy végre ő nem nagyon ismert előtte fúvósokat, kik magyar népzenét játszottak, és végül is így találkoztunk, és így ezután rá egy fél évre megalakult a Fabula Ráza. Hát igen, az együtt játék misztériuma az felejthetetlen. Bakonyi Pistához érkeztetek. Mire számíthat ő? Mit hoztatok neki? Hiszen azért tudjuk, hogy a fehérvári zenehallgatók általában igényesek. Igazából én hoztam verseket, tehát arra számítottunk, pont beszélgettünk, hogy természetesen fogunk improvizálni. Az egyrészt azért is, mert így ismerkedtünk meg annak van egy varázsa,
amiben nem csak mi vagyunk ketten benne, hanem az, ahogy fogadnak minket. És én gondoltam, hogy eljátszanék 3 verset, de nem tudom, én nem szeretnénk tolakodni, hogy mennyi idő lesz ez, meg hát amennyit tudunk beszélni, lehet, hogy csak egy muzsikára marad idő, a Balázs természetesen nem én. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy gondoltam egy Nagy László versre, aki viszi át a szerelmet, gondoltam egy József Attila versre, meg talán a Lackfi Jánostól egy imát, de ez még változhat, mert hogyha ahogy érezzük, lehet, hogy a Pilinszki magamhoz az most a kedvenc versem, lehet, hogy az lesz az egyik vers, amivel, és ezekben mind Balázs is be fog csatlakozni, de ezeket speciálisan a looperrel és az effektpedálaimmal gondoltam, hogy előadok, és a Balázsra közösen, aki becsatlakozik, úgyhogy ezeket gondoltam. No. Én pedig azt gondolom, hogy először is megköszönöm, hogy itt voltatok, és eljöttetek Fehérvárra, és együtt jöttetek, mert ez azért nagy kihívás, azt hiszem, zenehallgatónak mindenkinek, tudjuk ezt régről. És hát, és köszönöm, hogy minket is megtiszteltetek, mert azért fontos számunkra, hogy egy-egy ilyen pillanatot rögzítsünk mi magunk is. Köszönjük. Köszönöm szépen, köszönjük. Szép napot, viszont. És örülök, hogy itt voltatok. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Szirtes Edina, Mókus és Cserta Balázs voltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!